Sziasztok srácok, én Bána vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb fantasztikus mobiljáték videóban. Ez egy teljesen új formátum lesz, nem csináltam még ilyet. Nagyjából úgy tudnám összefogni nektek, hogy egy narrált tartalom, szóval nem egy sima gameplay, hanem én összefoglaltam egy oldalas vázlatban azt, amit el szeretnék mondani, és az fog átjönni a videóban. Nem írtam egy 6 oldalas szöveget, mint általában szoktam, mindenfajta poénnal, meg minden kiegészítéssel, mert úgy érzem, hogy amiatt nem készülnek videók a csatornán, hogy én lusta vagyok ezeket megírni. Már pedig szeretnék videózni, mert egy csomó mindenről akarok beszélni nektek. Tehát ez egy új formátum, egy új jellegű tartalom, és hogyha nektek tetszik, akkor szeretnék még belőle ebből többet is csinálni. Amennyiben van véleményetek, építő kritikátok, akkor írjátok meg kommentbe, mert én megpróbálom elolvasni az összeset és mindenre válaszolni, ami érdemi, nyilván nem olyanokra számítok, hogy Bána, mikor lesz Pokémon meg, stb. Szóval légyetek normálisak, és írjatok olyasmit, hogy Bána ebben és ebben tudná fejlődni, hogyha ezt a formátumot csinálod a jövőben, szóval előre is köszi. Ahogy mondtam pedig a jövőben, hogyha csinálok hasonló videót, akkor tőletek várom szokás szerint Instán az ajánlásokat jó vagy rossz játékokról, akár reklámokról. Most is egy csomót már felírtam, elkezdtem játszani, vagy elkezdtem velük foglalkozni, szóval hogyha van Instád és akarsz nekem írni, tippet küldeni, ajánlani valami játékot, akkor ott meg tudod tenni, persze linkek ott lesznek a leírásban. A mai videóban tehát a Genshin Impactről lesz szó, aki még nem hallott róla, ez egy fantasztikus mobil játék, ami egyébként elérhető PC-n, PS4-en és a Switch-re is ki fog majd jönni. Ezt egyébként a MiHoYo nevű kínai, shanghai székhelyű játékfejlesztő cég csinálta és adta ki, és ez a játék egyébként egy open world gacha játék, tehát aki nem tudja mi az, és nem játszott még hasonlóval, ez az a játék, amiben summonolni kell az új karaktereket, igen, tehát úgy tudsz nyitni dolgokat, hogyha fizetsz, de ebben a játékban ez nem teljesen így van, és akkor is tökéletesen tudod élvezni, hogyha egy fillért nem költesz a játékra, igen, ez a játék ingyenes. Nem kell érte egy fillért se fizetned, hogy jól érezd magad. Kérdezd meg bárkit, aki játszott vele, szerintem. Szóval, a Genshin Impact az a Honkai Impact-nek az egyik ilyen továbbfejlődése, evolúciója, ami a készítőnek vagy fejlesztőnek az első nagyobb sikerű játéka volt, ahol is ténylegesen egy open world világban kell kalandoznunk. Nézzetek meg mekkora a map. Not bad, ugye? Ahol folyamatosan épül, szépül a játék, lesznek hozzáadva különböző területek, új tartalmak, stb. Illetve, hogyha nem akarunk szaladgálni jobbról-balra, A-ból B-be, akkor bárhova tudunk teleportálni egyből. Amit el kell mondanom az az, hogy ez egy kicsit koppintás, nem kicsit nagyon, mindenki tudja, hogy a Legend of Zelda Breath of the Wild egy nagy sikerű játék volt, ahol rengeteg mechanika, az is egy open world játék volt, rengeteg mechanika úgy működik, mint a Genshin Impactben. Tehát aki azzal játszott, annak ez bizony nem lesz idegen, ugyanis a stamina rendszertől elkezdve a gliding rendszerig, az úszás, a futás, a főzés, az összes ilyen dolog benne van a játékban, úgy, ahogy a Breath of the Wildban is benne volt. Igen, a játékban főzni is lehet, fogod, kirakod, elindítod a bográcsot, és utána pedig főzöl, tudsz megtanulni új recepteket, rengeteg új dolgot, és nagyon fontos a játékban az, hogy folyamatosan tápláld a karaktereidet, hogyha lent van az életük, mert nagyjából itt tudod őket könnyen meggyógyítani, illetve hogyha van healer karaktered. A Genshin Impactben egyszerre 4 karaktert irányítunk a megszokott 1-től, tehát nem arra kell számítani, hogy van egy karakter, és akkor mindent azzal csinálsz, hanem egyszerre 4 karakterünk van, 1, 2, 3 és 4. Ezeket a karaktereket nyitogathatsz, folyamatosan vehetsz újakat, mindjárt megmutatom, hogy hogyan. A játékban található fizető eszközökkel tudsz nyitni, hogyha van olyan cuccol, amiből tudsz nyitni, illetve a saját pénzedért is tudsz vásárolni ilyen primo gemeket, ami azt jelenti, hogy nagyjából ilyen árakra kell számítani, tehát mondjuk $100 az első alkalommal kapsz egy duplázó bónusz, szóval tudsz venni belőle körülbelül mennyit? 13 000 kristályt, ami azt jelenti, hogy a 13 000 kristályból körülbelül ki tudsz nyitni 80 darab új ilyen vist, ami azt jelenti, hogy abból legalább 8-4 csillagos tudsz nyitni, vagyis nyithatsz belőle gyakorlatilag 8-tól mondjuk 10-12 új karaktert, amikből, hogyha megvan egy már, és már használtad, akkor semmi baj nincs, sőt, nagyon jó, mivel a karakternek a constellation-ját tudod feljebb tenni, vagyis passzív talenteket nyithatsz, tehát hogyha valamit kétszer-háromszor is megnyitsz a játékba, vagy summonolsz, az csak jó, igazából, hogyha szereted azt a karaktert. Szóval miért is olyan kurva ez a játék? Megmutatom nagyon egyszerűen, ez pedig nem lesz más, mint a harcrendszer a játéknak.
különböző kasztok vannak, ő például egy íjász, tehát ha lövök vele, akkor előveszi az íjat, van egy lángyásom, van egy dupla kardosom, illetve van egy varázslóm, és ezek mind máshogy működnek, de most letesztelem nektek azt, hogy ez pontosan hogy is néz ki. A játékban minden karakternek van egy elementális képessége, ennek az íjásznak például, aki a kedvenc és legjobb karakterem jelenleg, áramképessége van, tehát hogyha most elnyomom az E-jét, akkor ott van egy áramos holló, ami folyamatosan, látjátok, overloadolja ezeket az ellenfeleket, mivel tűz is van körülöttük, tehát mindenfajta elementális erő gyakorlatilag összeér, találkozik, kölcsönhatásba kerül, hogyha most az áramra vizet rakok például, akkor látjátok, hogy elektrocsárzs lett az ellenfél. Tehát, hogy összeérnek ezek az erők, és így tudod kombinálni gyakorlatilag a bónusz sebzést ebben a játékban. Na most, hogyha én azt veszem, hogy van négy karakterem, és mondjuk az egyik tűz, a másik jég, akkor hogyan is működik ez az egész? Szóval itt a tűz karakterem, ő Shang Ling, vele meg fogom támadni ott lenn azt a hatalmas baltás vadállatot, és utána át fogok váltani a jeges karakteremre, hogy megmutassam, hogy ez a két elementális erő hogyan ér össze. Mi sem könnyebb ennél, fogom, lerakom ide gubát, és rá is támadok egyből a csávóra. Ahogy látjátok, elég durván sebzi, folyamatosan melteli, de az a baj, hogy beszorultam ide. Mindegy, benyomom az ultimétemet, az is egy elementális erő természetesen, és ezek folyamatosan sebződnek, duplán gyakorlatilag. Tehát, hogyha például jégre ráteszel tüzet, egyértelműen elolvasztja a jeget a tűz, és egy elementális burstet rárak, vagyis gyakorlatilag hatalmas sebzést tudsz azzal gyakorlatilag indítani az ellenfélre, de hogyha csak autóatakolsz, akkor sokkal kevesebbet szedsz le, de építheted úgy a karakteredet, hogy csak autóatakolja, mint például én Fisherre, hatalmasakat lövök bárkire, és így is könnyen el tudom őket pusztítani. Boom headshot! Boom headshot! Hát ki is feküdt a haverunk. Ami az én setupomban nagyon jó, hogy úgy válogattam össze a karakterjeimet, hogy a vízzel, a jéggel és a tűzzel is tudjon kapcsolatba lépni az áram. Tehát lerakok egy ilyet, ez ugye tűz. És amint lerakom az áramot, overcharge lesz, és kb. Egyből meghalt az ellenfél. De meg tudom mutatni ezt más képességgel is, például összevizezlek, bocsi, visszahozom a héjámat, meglövi, és elektrocsárzs damage. Tehát, hogy értitek, úgy érdemes összeépíteni a csapatotokat, hogy legyen elég elementális sebzésetek, és ezek a kölcsönhatások segítsék azt, hogy minél hamarabb végez az ellenfelekkel. Szóval ezeknek a karaktereknek különböző dolgokat tudunk adni, például van az alapszintjük, ugye amit folyamatosan növelnünk kell, ezeket különböző könyvekkel tudjuk egyébként növelni, mármint a tapasztalatpontot. A karakterek maguktól, hogyha legyőznek ellenfeleket, nem kapnak olyan sok XP-t, szóval könyvekkel kell őket segíteni, de én a 35-ös Adventure rank előtt nem tudom többet húzni a karakteremet, de látom már előre, hogy ilyen dolgokat kell majd összeszednem, hogy megnyissam a karakteremnek, hogy fel tudjam tolni 60-ról 70-es szintre. Ezen kívül minden karakternek van fegyvere, amiket tudok váltogatni, be tudok rakni újakat, más képességekkel tudom őket használni. Gyakorlatilag minden íjásznál tudom használni az összes bót, és ezeket is külön-külön fejleszteni kell, amihez ugyanúgy materiálok kellenek, illetve hogyha 35-ös szint után ezt majd eszendelem, vagyis felteszem a következő csillagot rá, akkor 60-tól a 70. szintig fel tudom őket XP-zni különböző matokkal, tehát materiálokkal. Ezen kívül minden karakternek van 5 darab artifactje, amiket ugyanúgy találsz a világban, tudod őket grindolni, stb., amiket egyesével külön-külön fel kell húzni. Ezek set bónuszokat adnak, amit itt jobb oldalon láthattok, például nekem az Exile set megvan Fisherre, ami azt jelenti, hogy ha megvan 4 eleme ennek a setnek, akkor ilyen és olyan extra bónuszt fogok kapni hozzá. A Constellation-ről már beszéltem, ez az, amikor megnyitsz egy karakter többször, nézzétek, például Shang Lingot már megnyitottam 5-ször plusz 1-szer a játékban, tehát már mindjárt a végére érek, ami egy nagyon jó ability, ami az ultimate-emet fogja segíteni, szóval érdemes egyébként, vagy hát tök jó, hogyha újra kinyitsz valamit, amivel szeretsz játszani, illetve az utolsó dolog pedig a talentek, amiket ugyanúgy level up-olni kell, grindolni kell, az összes alap képességedet, illetve extra bónuszaidat is tudja a játék folyamatosan növelni ezekkel a talent bónuszokkal, és nagyjából ennyi. Tehát ennyit kell tudni a karakterekről, de az összes karaktert használhatod, viszont nem érdemes. Én azt gondolom, hogy 4 karaktert érdemes nagyon megfogni, kigyúrni, ezek működjenek együtt, illetve a legjobb cuccokat nekik megpróbálni megszerezni. A többi karaktert, például Amber-t, vagy az alapkaraktert, akivel játszani fogsz, hogyha szereted, játsszál vele. Semmit nem jelent ebben a játékban, hogyha például van egy karakter szar, mondjuk a meta szerint, tehát hogy valaki azt mondja, hogy fú, ez a karakter nem olyan jó, mint egy másik. Ha te élvezel játszani vele, ha te szereted a karaktert, hidd el, hogy ebben a játékban képes leszel rá, hogy minden tartalmat kiüss vele, mert
Az ellenfelek nem nehezek, időigényes néhány feladat, illetve vannak trükkösebb boss fightok, de összességében tényleg bármilyen karaktert választasz, hogyha működnek az elementális kölcsönhatások, akkor kurva jól fogod érezni magad. Szóval miért tetszik nekem annyira igazából ez a játék? Nagyon könnyen el tudom mondani. Annyi minden van benne, hogy szinte egész nap lehet vele játszani, és még akkor is tudok új dolgokat elérni, és progresszelni. Itt van például egy boss fight, ami ahhoz kell, hogy különböző elektromos dolgokat ki tudjak vele nyitni, mert ez egy elektromos kocka, és olyan dolgokat ad, ami az elektromos karakteremnek jó lesz. Feltehetőleg artifacteket, különböző köveket, stb. Stb. Illetve az a jó a játékban, hogy minden boss teljesen más. Tehát nem unsz nagyon rá szerintem a mechanikákra, mert mindegyikkel másként kell harcolni, és nem feltétlenül az a legfontosabb dolog benne, hogy most fú, egy boss fight tartson negyed óráig legalábbis számomra, hanem az, hogy egy idő után kitanulod, és onnantól ez a könnyebben megy. Én például ezt a boss fightot sose felejtem el, először játszottam vele, körülbelül negyed órába telt megölnöm. Bár gyengébb is voltam, de nagyon sok idő volt, mire ki tudtam nyírni. Most viszont már tudom, hogy mit csinál. Tehát, hogy nem rettegek tőle, hogy úristen, itt ez a nagy boss fight, hanem fogom szépen, és a gyenge pontjait folyamatosan felhasználom ellene. És látjátok, nagyjából ennyi is ez a boss fight. Még egy utolsó fész van, de ezt is könnyű megcsinálni. Benyomom Shangling-gal az ultimat, és tökéletes lesz. Ennyi gyakorlatilag. És amint kész a boss fight, már meg is nyílik ez a növény, ez egy nagyon fontos rendszer a játékban, ez gyakorlatilag az a fajta ilyen ammó, amit használsz minden nap, ezt rezinnek hívek ebben a játékban, 120-ad lehet max, és folyamatosan töltődik, 8 percenként kapsz egy új rezint, vagyis hogyha játszol egész nap, utána elmész aludni, felkelsz, akkor lesz kb. 86 rezined, nekem most ennyi lett, az éjszaka folyamán így töltődött vissza, és amit megnyitom ezt, hogyha ki akarom belőle venni a rivárdokat, 40 rezint, fel kell használnom hozzá. Viszont bőven van benne cucca, mint látjátok. Következő dolog, amit meg akarok mutatni, az egy dungeon, nagyon röviden csak annyi, hogy ilyen helyeken tudod például a különböző materiálokat kiszedni. Ebben például talent könyveket tudunk kiszedni a játékból. Ezek általában nagyon rövid ilyen harcok. Vannak ellenfelek, vannak különböző szabályok, itt például, ha jól látom, minden jéggé válik. Tehát folyamatosan, ha beleállok abba a jeges gyűrűbe, akkor bizony hát jégé fagy a karakterem, de úgy láttam, hogy nem is kell a gyűrűbe állnom, hanem egyfajtában jégé fagyok. Én tehát próbálom a tüzes karakteremet használni minél többet, ezt az árammal vegyítve, mert természetesen, hogyha jeges karaktereket jéggel próbálom megcsapni, az nem lesz olyan hatékony. És amit legyőzted az ellenfeleket, klémered a rivádokat, ez például 20 darab rezinbe kerül, szóval ez például nem 40, de csak akkor tudod kiszedni a rivádokat, hogyha elhasználod azt a bizonyos 20 rezint. Nagyon sok dolog van, amit egy ilyen rövid videóban nem lehet bemutatni, például az, hogy a világban milyen fantasztikus feladványok, challenge-ek, kihívások vannak, hogy a sztori az mennyire érdekes, négy nyelve van, full voice acting az egész sztori, szóval végig tudjátok hallgatni kínaiul, koreaiul, angolul és japánul az összes párbeszédet. A karaktereknek saját személyisége van, a sztoriból ki fog derülni, hogy ki micsoda. Például Fisherről még sokat nem tudok, de azt tudom, hogy Shangling például egy főző bajnok, és mindenfajta ételt imád megfőzni, van is ezzel kapcsolatos hosszú sztoriszál, szóval ez nagyon tetszik benne, hogy nem az van, hogy kinyitsz egy karaktert, és akkor jó, anime lány, aki nagyon szép, vagy akármicsoda, mert azért a waifukkal néha az ember el tudja vetni a súlykot, de itt igazából az van, hogy hozzád nőnek a karakterek, hogy kell játszol, nyilván már szereted azt, hogy mi a mechanikájuk, de van valami fogalmad arról, hogy mi a háttértörténetük, és szerintem ez egy kínai gacsa játékban, ami teljesen ingyenes, ez elég nagy cucc. Ráadásul úgy, hogy full voice acting-elve van, ami például a Legend of Zelda-ból nekem nagyon hiányzott, hogy egy kicsi élet legyen a játékban, hogy tudjam, hogy mit tudom én, hogyan viszonyulna egy karakter valamihez, és itt például ezt maximálisan megkapom, bele tudom magam élni, és sokkal jobban tetszik az összkép. A játékban lehetnek barátai, természetesen fel tudod venni őket a listára. Én most például Gardrobra rácsatlakoztam, mert a játékban van kóp is, igen. Négy személy össze tud kapcsolódni, és vagy két-két karakterrel, vagy egy-egy karakterrel, hogyha négyen vagytok, tudtok csupán, és ahogy látjátok, Gardrob éppen a vízi kockát öli, úgyhogy próbálok neki segíteni, illetve amint meg lesz az a vízi kocka, én is ki fogom bele venni a jutalmat, mert Barbarának pont kellenek a vizes cuccok, szóval igazából jó helyre is jöttem. Én két karakter tudok használni, az első kettőmet, ami be van állítva, és igazából ez a gond nincsen, mert ezeket is le tudod folyamatosan cserélni. Tehát az, hogy ki legyen most például a partimban, az, hogyha harcon kívül vagyok, akkor azt le tudom cserélni nagyon könnyen. Szóval abszolút nem okoz gondot az, hogy most például jeges és az áramos karakter van benn,
mert ez is bőven elég. Ez egy olyan mechanika a bossnál, hogy össze kell gyűjteni ezeket a dolgokat, és utána fogjuk tudni elpusztítani. Oké, szóval amit látjátok, egy pillangóvá változott, és megpróbálja az utolsó erejét is felhasználni arra, hogy minket ledaráljon, de ez nem fog menni, mert most azonnal kinyírtuk. Szóval a kóp szerintem nagyon fun, nem szükséges, hogy legyen a játékban, de én abszolút tudom szupportálni az ilyen dolgokat, illetve remélem, hogy a jövőben még sokkal több kóp, event, tevékenység, különböző dolog lesz a játékban. Tudom, hogy nem beszéltem eleget a játék összes mechanikáról, de egy ilyen rövid videóban nem is lett volna rá alkalmam vagy esélyem. Szóval, hogyha szeretnétek többet megtudni a Genshin Impactről, akkor mindenképpen ajánlom nektek, hogy kövessetek be Twitchen, mert ott folyamatosan foglalkozom ezzel a játékkal, nagyjából minden héten 3-4-szer streameljük, és általában jó szokott lenni a hangulat. Illetve, hogyha még nem vagytok a Discord szerverünkön ott, akkor azt is ajánlani tudom nektek, mivel egész nap erre a játékról beszélgetünk, a linkek ott lesznek a leírásban. Szóval, kinek ajánlom a Genshin Impactet? Szerintem azok a játékosok fogják ezt a játékot legjobban élvezni, akiknek fontos az, hogy crossplay van, tehát hogy mobiljukon, mondjuk a munkahelyükön be tudnak jelentkezni, és tudnak craftolni, hazajönnek, PC-vel beülnek és tudnak játszani egy kb. Egy AAA élményű játékot. Azoknak az embereknek is be fog jönni, akik nem akarnak pénzt költeni egy játékra, de azoknak is be fog jönni, akik szeretnek néhány forintot elszórni egy videójátékra. És igazából nincsen veszteni valód, megtalálható lesz a leírásban a letöltési link, oda mentek, a PC-s verziónál egy weboldalnál kell letölteni, a mobilon meg csak a mobilos boltokba. Szóval én azt ajánlom, hogy nézzétek meg, milyen ez a játék, és ha tetszik, akkor mindenképpen próbáljátok ki. Találkozunk egy következő videóban, hogyha tetszett ez a formátum, akkor írjátok meg, és hát én ennyi voltam, vigyázzatok magatokra, és ne felejtek el a legfontosabb dolgot, vegyétek a ceteket. Ciao!